Az ott az Oberon. Coxot visz Portbury-be, aztán Takomába indul gabonáért. Egyedül Baines aggaszt. Baines? Igen, a Charlotte Roadszal van, útban Venezuelából New Orleans felé. Venezuela? Azt mondják, arra veszélyes az időjárás. Ezért aggódom. Ó, az meg az Oleander. Mi lesz az útiránya? Először Swansea-ba megy egy kátrány rakományért, aztán vasércet szállít. Oleander, Osborne és az Oberon. Hát, James, megvan a flottád, amiről álmodoztál. A skótlány és Daniel Fogarty a kapitánya. Skótlány. Már a neve is kész sértés. Aha. Hát, azt hiszem, amint kikötünk, veszek egy pár rendes cipőt. Meg valami finomabb ruhát. Mi ütött beléd, James? Na, ideje, hogy rendezhetjem magamat. Túlságosan tengerszagú vagyok. Caroline, itthon van? Elment a varrónőjéhez. Ah. De mondd csak, tudta, hogy jönni fogsz? Igen, azt hiszem, igen. Rád sem ismerek, James. Mi különös van rajta? Cilindert vettél. És a hajad. Mióta használsz pomádét? Most jövök a Borbétól. És a sétapálca? Tudod, úgy hallottam, most nagy divat. Nézd meg ezt az anyagot. Nem gondolod, hogy túlontúl hivalkodom? Ó, dehogy. Sőt, nagyon elegáns. Igen. Mi történt, hogy egyszerre ennyire érdekel a külsőd? Semmi, csak döntöttem Caroline-nal, azaz Mrs. Maudsley-val kapcsolatban. Amint tudod, már jó ideje rokon szenves nekem, és hát szóval... Igen? Azt akartam, hogy te tudd meg elsőként. Most már van 6 hajóm, saját flottám, némi megtakarított pénzem is. Mit fogok én elsőként megtudni? A döntésemet. És mi az a döntés? Hogy mi? Elveszem Caroline-t. Elveszed? Igen, el. Csak így, minden átmenet nélkül? Egyik percről a másikra? Mm. Vagy becsületbeli ügy? Becsületbeli? Te mindig nagyon vérmes voltál, úgy értem, muszáj elvenned. Mi? Talán kihagytál valamit a számításból. Fogalmam sincs, miről beszélsz. Látom, még manikűröztettél is. Hagyd már békén, légy szíves. És ha megkérhetnélek, maradjon a dolog kettőnk között. Tudod, hogy rám számíthat. Caroline-nak még nem említetted? Persze, hogy nem. Ő nem mondott neked semmit. Mivel kapcsolatban? Gondoltam, együtt laktok, jó barátnők vagytok. Szoktatok diskurálni? Diskurálni? Igen. Vagy nem szoktatok? Nem? Ó, úgy, ahogy te meg Baines kapitány. Igen, úgy, ahogy én meg Baines kapitány. Már Venezuelában kellene lennie, és még se híre, se hamba. Reméljük, nem történt semmi baj. Te mondd csak, és egyáltalán beszéltél már Caroline-nak az érzéseidről? Hogy képzeled? Mondtam már, hogy te vagy az első. Ó, meg vagyok hatva. Elizabeth! Ó, James, örülök, hogy látom. Most beszéltem Lord Canning unokaöccsével. Várják az ajánlatomat az ausztrál szerződésre, de gőzösöket akarnak. Kérítsen gyorsan egy gőzöst. Köszönöm a jó híreket. Várjon, Caroline, volna még valami... Ne haragudjon, de nagyon sietek. Hová? Alfred Canning meghívott Buxtonba. Esküvőre, férjhez megy az édesanyja. Férjhez megy? Igen, nem mondom, elég nevetséges. 73 Kérem, éves. Caroline, sokáig maradott? Ameddig szívesen látnak. Szeretem Buxtont. Nagyon hangulatos fürdőhely. Szervusz! 73 éves, akkor még van időd. Elizabeth, megkérhetnélek, hogy beszélj vele? Értésére adhatnád, hogy mik a szándékaim. Hogy mik a szándékaim? Uh-huh. Ha a viselkedésedből eddig nem jött rá, úgyis kár minden szóért. Szegény Leonora. Mi köze ez Leonorának? Mondd, James, biztos vagy abban, hogy helyesen választasz. Leonora imád téged. Gondoltál arra, milyen csalódott lesz? Jaj, Elizabeth, tégy nekem egy apró szívességet. Mibe kerül az neked, ha jó színben tüntetsz fel engem Caroline előtt? Ezt a kitüntetést. Végre kiérdemeltem, hogy szívességet kérsz tőlem. Elizabeth, komolyan beszélek. Nincsenek kétségeim. Most
csak én vagyok kéznél, ugye? Ha Baines kapitány itt volna, vele meséltetnéd el Caroline-nak, micsoda remek parti vagy. Elizabeth. De Baines kapitány éppen egy másik nagy szívességet tesz James Onibnek. Egy darabig távol tartja a kedves apósát. Még egy hét, kapitány, nem több. Ezt meg kell táviratoznom a gazdámnak. A távirda zárva van, sajnálom. Akkor engedje, hogy berakodjunk és elhajózzunk. Igazán sajnálom, de késik a rakomány. A Caracas felé vezető úton akadt el. És ha elfogad egy jó tanácsot, vigyázzon, ezek lázadók. Igen, de a hajón nem zaklatnak, úgyhogy nem értem, miért rendelte ide a katonáit. Az ön védelmére, kapitány. No, Flores ezredes, sikerült végre megértetnie vele. Mondtam magának, ugye, hogy korak. Hát nem volt könnyű dolgom. Mindent elkövetek, hogy minél hamarabb megkapják a rakományt. A szavamat adom. Annyi azért maga is tudhatna már, hogy amikor egy tiszt távozik, illik felállni. Nem fér a fejembe, miért tartanak itt bennünket? Mert forradalom van, barátom. Polgárháború ölik egymást. Olyanról, hogy államcsin még nem hallott, ilyenkor aztán fellázadnak a papok ellen is. Az egész ország harang. Most meg mi a baja, miért hallgat? Mr. Onidnek 6 hajója járja megszakítás nélkül a tengereket. Úristen, miért? Miért épp engem kell boldogítania? Mert nem árt, ha valakinek a hajón egy kis esze is van, Baines kapitány. Azt mondod, meghalt? Igen. Vakbélgyulladás. A holnapi újságban biztosan benne lesz. Mitchell? Ő vette meg a Virrell gőzhajózási társaság részvényeit. Nekik adta el Fraser a skótányt. Nagyon jól emlékszem. Arra gondoltam, hogy mielőtt még közzétennék a gyászjelentést, vissza kellene vásárolni a részvényeket. Tudod, hogy igazad van, Sarah? Nem hinném, hogy az özvegye nagyon ragaszkodna ehhez a hajóhoz. Beszéld meg James. Olyan minek? Neki mindenről tudni kell? Hát ahogy gondolod. Tudod, ki az az asszony? Melyik? Edda Mitchell. A lány nevén Edda Felton. Edda Felton? Biztosan ismerted. Hogy ismertem, Edda? Mennyire, hogy ismertem? Niemeyer Felton nagyobbik lánya volt. Miért mondod ezt ilyen hangon? Ó, semmi, drágám, gyakran bejárt az üzletbe. Nagyon szemrevaló kis vruska volt. Úgy érted az apád üzletét? Igen, szinte kínos volt. Mindig akkor jött, amikor én álltam a pult mögötte. Pletyka is lett belőle. Akkoriban még szegény papa is élt. Volt valami közöttetek? Dehogy. Bár igazság szerint nem rajta múlott. Ez a Felton. Meglátogatom. Talán inkább a temetés után. És ha addigra már eladja a hajót, különben is ma még olcsóban megkaphatom. Na, megyek és átöltözöm. Robert? Igen? Azt mondtad, szemrevaló fruska? Hát ezt csak úgy mondják. Tudom, hogy ilyenkor a szavak üresen csengenek. De kötelességemnek éreztem, hogy Edda, hogy van Edda? Ahogy ilyenkor lehet az ember. Hát igen. Mikor értesültem a tragédiáról, úgy éreztem, ez valami égi figyelmeztetés. Foglaljon helyet, Robert. Köszönöm. Megkínálhatom egy pohár italt? Ne, köszönöm, én nem vagyok olyan. Milyen? Aki a mások halálából hasznot húz. Szóval üzleti ügyben jött. Én ne, dehogy. Őszintén szólva, a fivérét vártam. Gondolom, vissza akarja vásárolni a skótlányt. Hát tulajdonképpen erről később is ráérünk beszélni. De ha magának könnyebbséget jelent, akkor akár azonnal is szívesen megveszem. Maga? Annyit gondoltam magára, Edda. Emlékszik, mikor bejárt az üzletbe? Az üzletbe? Néha napjában többször is, nem emlékszik? Még az apám idejében. Amikor megtudtam, mi történt, azon tűnődtem, hogyan segíthetnék. Mi az, amit tehetnék magáért, ami enyhíteni a gyászát? Én nem akartam rögtön előhozakodni vele, de hát, ha már szóba hozta Edda, biztosíthatom afelől, hogy komolyan gondoltam, amit mondtam. Magának most nem részvény, hanem készpénz kell. Igen, de a hajó mégiscsak Jamesé volt. Őt már nem érdekli ez az ügy. Maga viszont szeretné megvenni a hajót. Ha segítséget jelent. No és megbeszélte Jamessel? Jaj, de hogy még csak meg sem említettem, tudja, mostanában rossz hangulatban van. Még mindig a felesége. Szóval emlékezett, hogy bejártam az üzletbe. De mennyire? Lehet azt elfelejteni. De hát tudja, milyen volt apa? Meg volt kötve a kezem.
Hogy értsem azt, hogy meg volt kötve a keze? Úgy, hogy hallgatnom kellett. Nézze, Eda, igaz, hogy nagyon sok idő telt el azóta, de a maga érzései irántam, hogy is mondjam, nagyon fontosak voltak nekem, és bántott, hogy nem viszonozhattam őket. Száz ürügyet talált, hogy bejövessen hozzánk. Néha olyan sok mindent vásárolt, hogy alig írta hazavinni. Igen, igen, emlékszem, de nem maga miatt jártam be. Nem? Nem. Mondja csak meg neki. Kinek? Jamesnek. És ha volna kedves meglátogatni, biztos vagyok abban, hogy egyességre jutnánk. Komolyan mondja, hogy nem én miattam? Dehogy. De nagyon jól esett, hogy eljött hozzám. Nem is tudja, milyen vígaszt nyújtott. Köszönöm, Robert. Ahogy tudomásomra jutott, rögtön felkerestem, gondoltam, kipuhatolom a szándékát, és hála az én közbenjárásomnak, most már biztos, hogy eladja neked. Értem, és mit akar? Részvényt vagy pénzt? Fogalmam sincs róla, a többi a te dolgod, így is éppen eleget tettem, érted? Azért nem bárnám, ha eljönnél vele. Ne, nem akarok botrány. Botrány? Szara? Mi kifogása van ellene Szarának? Az, hogy Eda Mitchell született, Eda Felton. Nem emlékszel Néhi Maja Feltonra, az ő lánya? Az anyja is imádta a férfiakat. Ott laktak a szomszédban az üzlet mellett. Az az asztalos? Dehogy is kovács volt. Eda pedig... De hát te is tudod. Nem én, mit kéne tudnom? Hát csak azt, hogy nem esett messze az alma a fájától. Állandóan bejárt, és ott kellette magát. Én nem emlékszem rá. Ő annál jobban rád. És azt mondta, hogy keressem fel? Igen. Ezen nem újjék. Hanem van itt még valami, mond. Tudod, hol tartott a Mitchell a skótlányt? Igen, Hudsonnál az Albertokban. Ott nincsen, megnéztem. Szerinted hol lehet még? Talán Bidolfnál? Igen, elképzelhető. Rajta akarom tartani a szememet. Robert, keresd meg Fogartyt és adj neki engedményt az ellátmányra. Fogartyt? Csak nem képzeled, hogy futkorászni fogok utána? Mára már éppen eleget tettem, érted? Esküszöm, néha nem értelek. Mi vagy te, egy üzletember vagy egy mocskos kis szatócs? Én képviselő szíves engedelmeddel. És ha másért nem, azért, amit érted tettem, sokkal több tisztelettel tartoznál nekem. Hát, az az igazság, hogy ráférne egy kis karbantartás. Meghálálná, a gépeket szeretni kell. Ha ez így megy tovább, hamarosan ócskavas lesz belőle. Semmi baja. Nem is értem, mire ez a nagy sietség. Mitchell rám bízta a szénügyletet, de hát meghalt. Tudomba kell mennem, hogy megkössem a charter szerződést, mert csak az a biztos. Elismerem, ebben igaza van. Minél messzebbre innen. Ha tehetném, vissza se jönnék Liverpoolba. Miért? Mitől fél? Attól, hogy Onidon ráteszi a kezét. Tudom, mit jelent hajózni vele. Értem, kapitány. Hát akkor inkább robbanjon szét az a kazán. De vigyázzon, ha túlhajszolja ezt a szegény hajót, még roncsnak se lesz jó. Jó, ne izguljon. Bízza rám, és még egy. Ha James Onidon vagy a Fivére érdeklődne, azt kell mondani, hogy utasításra várunk. Hogy várnánk, amikor Franciaországba megy? De James Onidonnek úgy kell tudnia, hogy utasításra várunk. Mr. Mitchell Fogartyra bízta, hol vételesszened. Épp most végeztek a rakodással. Jó, szén nélkül nem megy a hajó. De hová készül? Azt kérdezze meg Fogarty kapitánytól. Vagy Mrs. Mitchelltől. Van valami, amit nem értek. Miért teszi maguktól Fogarty a szenet? Miért ne vehetné? Hát eddig Hudsonéknál vásárol. A válasz roppant egyszerű, és azt hiszem nem kell hozzá sok magyarázat. Igen, tehát? Olcsóbbak vagyunk. És mindenkit kiszolgálunk, aki vásárolni akar tőlünk. Bármilyen furcsán hangzik is, de mi nem kizárólag James Onidon kedvéért tartjuk fenn az üzletet. Fogarty kapitány, jó napot. Mr. Onidon, Miss Bidolf? Hallom, induló félben van. Még nem? Előbb fizetek. És aztán? Irány a tenger, mint mindig. Mi az úti cél? Azt mindig a gazdán dönti el. Csak hogy a gazdája meghalt. Kétségtelenül, de attól a cég még egyelőre nem ment csődbe. Viszont látásra. Minden jót. Maga tudja, hová megy? Nem tudnám, nem kötötte az oldalát. Na, ne tréfáljon. Netán kis előadást tart, csak arról mi a diszkrét. Azt nem, de tehetne egy szívességet nekem. És pedig? Szeretném, ha elárulná, miben mesterkedik Fogarty kapitány. Azt hiszem, maga lebecsüli őt. Hogy érti? Úgy, hogy ez alkalommal különösképp ügyelt arra, nehogy kiderüljön, mi a szándéka. Értem. Úgy látszik, minden út a bánatos özvegyhez vezet. Pedig azt reméltem, hogy megúszhatom. Mr. Onidon, mi hírbénz kapitányról? Semmi. Nem aggódik érte? Az épp bőrért nem, csak az idegeiért.
Flores ezredes azt szeretné, ha döntene végre. Nézze meg a barométer. Látom csak, hogy nem érdekli az időjárás. De engem igenis nem tetszik az ajánlat. Én pedig azt tartom, hogy szeretné biztonságos helyre menteni az értékeket. Arról nem is szól, hogy cserébe szerez nekünk rakomány. Igen, tudom. Mondja meg neki, hogy azonnal megyek. Van valami probléma? Egy kicsit nehézkes a kapitány, de azt ígért, hogy azonnal jön. Remélem. Ha jól értettem, ezredes úr, azért, amiért én önt is az értékeit Maracaibóba szállítom, ott egy rakomány nyersbőrt kapok. Pontosan így van. És Maracaibó mindössze 300 mérföldre van innen. Azt mondja, hogy azok az értékek a katedrálisból valók? Igen, egy-két dombormű szobor, aztán szobaműtárgyak, egyetlen nagy láda az egész. Lezárva. Igen, és a biztonság kedvéért szeretném, ha a szalomba kerülne. Az ezredes úr attól tart, hogy a felkerek megszentségtelenítik a katedrálist. Milyen alapon kíváncsiskodik itt maga? Mi a kívánsága? Mikor rakjuk be azt a ládát? Amilyen hamar csak lehet, és feltűnés nélkül. Feltűnés nélkül? A kikötő ostrom alatt áll, és nem akarjuk nagy dobra verni, hogy sajnos nem bízhatunk meg a csapatainkba. Szóval senki nem tudhat róla. Nézze, Vince kapitány, ha ez megnyugtatja, itt a felhatalmazás. Zavaros, nehéz időket élünk, de ha béke lesz, bizonyos szállítóinkat előnyben részesítjük. A gazdája mit tenne? Jameson Eden, nem sokat gondolkozva. Rendben van, uram. Akkor csak arra kérem, hogy igyekezzenek, ugyanis minden jel arra mutat, hogy vihar közeledik. És mielőtt még kitör, ki akarok futni. Mi sem természetesen, minden úgy lesz, ahogy kívánja kapitány. Helyes. Szerintem nem ártana rögzíteni a ládát. Nem akarunk kihatni, de ez a legelemibb hajózási szabály. Igen, ha tényleg műkincsek vannak benne. Hogy? Mert szerintem más. Fegyver és puskapor. Fegyver és puskapor? És akkor most mit akar csinálni? Amíg ilyen az idő, semmit. Jó lesz, ha indulunk. Fegyver és puskapor. Előre megmondom, ha elül a vihar, belenézek abba a ládába. Nincs joga hozzá, hogy kinyissam. De okom van rá, mert ha netán elkapnak, megbüntetnek fegyvercsempészésért, és én abból köszönöm, nem kérek. Istennek, a nehezén túl vagyunk. Gratulálok, látom, jól bírja a gyomra. Egy jó katonának minden helyzetben meg kell állnia a helyét, kapitány. És tisztán tartani a fegyverét, ugye? Ja, ez csak afféle csecsebecse. De a tengeri levegőt valahogy nem szereti. Ó. Bolondultál, levélben akarod megkérni. Két hét múlva hazajön, nem tudsz várni. Ez nem tartozik rád. Hallgathatnál rám, ha már beavattál a dologba. Elég baj az nekem, nem kellett volna. Sose láttalak még ilyen izgatottnak. Amikor először megnősültél, csak a pénzért aggódtál. Az más volt. Különben is, most nincs időm ilyesmire.
Még mindig semmi hír Bainesről. Riasztó hírek jönnek Dél-Amerikából. Ezt a levelet Robert küldi neked. Ugyanis az üzletbe címezték. Ah, Mrs. Mitchell írta. Edda Mitchell? Ő. A lány nevén Edda Felton. Na hát, James. Mi az, hogy na hát, James? Na és mit akar? Hogy látogassam meg. Robert emlékszik rá, ezek szerint te is, de nekem fogalmam sincs ki ez. Hiába nézel így, engem a skótlány érdekel, és nem ő nagysága. Azért vele egy kicsit kedvesebb légy, mint velem szoktál. Nem bújhatok ki a bőrömből. Én a te helyedben vennék egy-két illemtanórát, mielőtt elküldeném azt a levelet. Vagy felkeresném egy divatlap lelki tanácsadóját. De eredj a pokolba, te idióta! Ha tudnám, milyen szörnyű életem volt. Talán nem volna szabad ilyesmit mondanom, de magának bevallhatom, hogy megkönnyebbült. Értem, és sajnálom. Nem kell sajnálnia. Én a skótlány miatt jöttem. Tudom. És örülök, hogy rögtön rátért, nem úgy, mint a fivére. Robert? El sem tudja képzelni, mennyit beszélt, mielőtt szóba merte hozni. Azt mondta, vevő lenne rá. Úgy értsem, ajánlatot tett magának? Igen. Á, nyilvánvalóan az én nevemben. Nem, dehogy. Sőt, egészen biztos volt abban, hogy megegyezünk, mármint ő és én. Azt hiszem, ez valami félreértés lehetett. Miért? Maga teljesen kizárja ezt a lehetőséget? Ó, micsoda megkönnyebbülés, hogy maga előtt nem kell adnom a bánatos összeget, mert maga nem várja el tőlem, hogy alakoskodjam. Mrs. Mitchell, ön azt állítja, hogy tisztán emlékszik rám, de ez fordítva nem így van. Akárcsak maga, én is a Cotton Hayben születtem a dokkon túl. A sóház doknál? Ott-ott. Egészségére, James. Egészségére. Gyakran felnéztem azokra a szép és elegáns házakra. És irigykedve azt mondtam magamban, talán majd egyszer én is itt lakom. Gazdag leszek és előkelő. Hát ez az álma valóra is vált, de én... Szóval azért jöttem, mert érdekelne a skótlány. Mondja, egész biztos, hogy nem emlékszik rá. Nem sajnos, de várjon csak talán, ha... Én vagyok Felton idősebbik lánya. Igen, aha. Á, igen, most, hogy mondja, tényleg kezd derengeni valami. Igen. Na, térjünk a tárgyra, ami a Wirral gőzhajózási társaságot illeti. Na, hát maga sosem változik meg. Hátrányos helyzetben vagyok önnel szemben. Tény, hogy ebben a szerencsében keveseknek van része. Ha nem bánja, őszinte leszek. Ha megkapom a társaság ellenőrzési jogát és a skótlányt, bármilyen árat mond, elfogadom. Szóval... lélekben már felkészülhetek. Mire, Mrs. Mitchell? Az unalmas, tétlen napokra. Feltételezem, hogy a férje gondoskodott önről, és most az én ajánlatom, hát nem lesznek gondjai. Nem a pénzről van szó. Az ön felesége sajnos tragikus körülmények között halt meg. Hogy bírja a magányt? Én? Elfoglalom magam. Ez a nőknél másképp van. Tudom, de hát ebben nem segíthetek. Azt hallottam, tudja milyenek az emberek, hogy a felesége hozománya egy ócska hajóból, meg annyi ruhából állt, ami rajta volt. Az már nagyon régen volt, Mrs. Mitchell. És a magánügyem. A magánügy? Úgy van. Egyébként az a szándékom, hogy rövidesen újra megnősülök. Újra megnősül? Ki a hölgy? Ha nem haragszik, ez is magánügy. Térjünk vissza a skótlányra. Sajnálom, de nem eladó. Hogy mondja, asszonyom? Nem is értem, hogy lehet ilyen tapintatlan, hogy ide jön és ilyesmivel zaklat. És nem csak jön, hanem Robert is. És erről nem is akarok többet hallani. A skótlány nem eladó, se önnek, se másnak. Esküszöm, nem értem, mire ez a sietség? El akarok tűnni, Liverpool. De hát miért? Nagyon jól tudja, hogy miért. Miért kell rakomány nélkül Toulonba mennünk? Nem Toulonba megyünk. A nyílt tenger. De hónapok óta esedékes egy nagy javítás. Én figyelmeztettem, ne felejts el. Olyan, mint egy zöldséges kofa McWhirter. Hová tették a szemüket, amikor magát szerződtették? Ide figyeljen. Onidintől nem kell tartania. Látta a Lloyds jelentését? A Charlotte Rhodes eltűnt Dél-Amerika partjainál. Már 3 hónapja. Nem ez az első veszteség, ami Onidint éri, de garantálom, hogy ezt a hajót nem fogja megkapni, bármennyire is szeretné. Na, még egy kicsit.
Távolítsa el a cinkosát, kapitány. Megtudhatnám, hogy mivel gyanúsít? Itt eléggé száraz a levegő, és nem jár senki. Azt hittem fegyver és puskapor. Azt szokták ilyen gondosan csomagolni és őrizni. Ezzel szemben mit talált? Azt nem tudom, de hogy nem műtárgyak, az biztos. Valami robbanóanyag is lehetne. A kését, kapitány. Mi ez? Egy aranytömb. Arany? Színarany. És körülbelül 3 millió pezó az értéke. De maga műkincsekről beszélt? Eredetileg műkincseket kellett volna elszállítanom, ahogyan mondtam, de aztán a feletteseim úgy gondolták, hogy az aranyat is biztonságba helyezik. Rendben van. De továbbra is áll az alkú, hogy amennyiben ezt Maracaibóba viszem, egy nyersbőr rakománnyal New Orleansba megyek. Lehetséges, hogy önnek ez a legfontosabb gondja, kapitány. Első a rakomány, uram. És ezek az aranyrudak, ezek nem is érteklik? Nem az enyém, és nem is lesz soha. Mit szólna, ha mondjuk részesedne belőle? Gondolja meg, komoly az ajánlat. És cserébe azt kívánja, hogy segítkezzem az ellopásában? Egyelőre még csak ajánlatot tettem önnek. De a lopási szándék komoly. Tudja, mennyit ér angol fontban? 1 milliót. Ennyi pénzt az ember soha életében nem lát egy lakáson. Mondja, végtére is nem mindegy magának, hogy Port of Spain-be megy, vagy máshová. Mindegynek ugyan, mindegy, de... De fordítsuk meg a dolgokat. Maga felnyittatta a ládát, feltörte a pecsétet. Mit mondjak erre a feletteseimnek? Felnyitottam, de... De semmi szükség arra, hogy túl komplikáljuk a dolgot. Maga gyakorlatias észjárású ember, ugye, kapitány? Igen, uram, de tudom, mit jelent lopni. Jó, nevezzük így. De ugyebár a lopás csak akkor lopás, ha van tulajdonos. Na látja, itt van a kutya elásva. Ha netán a kormány megbukik, maga szerint kit illet az arany? Nem egészen értem. Például felajánlom, hogy megveszem a hajót. Mit szólna a gazdája, ha elveszítene, vagy nyerne mondjuk 50 000 fontot? Azt mondja, 50 000 font? Nem, uram, akkor se leszek a cinkosa, és ott van az a nyersbőr rakomány is. Sajnálom, Bénz kapitány, de nincs semmiféle rakomány Maracaibóban. És fizetség sincs, legfeljebb köszönet. A kormány válságban van, az ország darabokra hullott. A polgári lakosság retteg, és ha a feletteseimnek hajó kell, elveszik a magáét, és ráadásul elvágják a torkát. Azt tanácsolnám, hogy fontolja meg az ajánlatomat, és változtassa meg az útirányt. Gondolja meg. Itt lehorgonyzunk. Ha akar, dolgozhat. Az Isten mentse meg az embert az olyan kapitánytól, aki vitorlásokhoz szokott. Nézze, már megmondtam magának, a szintmérőt csak a dugba lehet javítani. Nem úgy van az, hogy szétszedem, aztán összerakom. Ha most leesik a gőz, többet el sem tudunk itt. Akkor is itt maradunk, idáig nem ér el Onidünk eze. Magának ez a rögeszvéje. Elég, ha a dagály egy kicsit megemeli és kiakad a horgony. Majd lazára hagyom a láncot és manőverezek, bízza csak rá. Nem magának elment a józan. Ajánlom, válogassa meg a szavait. A hajóval törődjön és ne azzal, amit mondok. Nézze. Látja, hogy mi van itt? Mióta szabad ilyen helyen lehorgonyozni? Itt van. Farral sodródunk a világító torony felé. Pontosan a Valezi telegráfkábel felett vagyunk. Itt károg, mint egy barjú. Nem először ereztek le egy horgony. De nincs gőz. Oldalvást is kivethetjük a láncot. Hogyne. Legfeljebb a súlyával szépen elszakítja a kábelt, és aztán egyenesen a sziklafalnak futunk. Ah, Miss Bidaf. Én reméltem, itt találom az édesapját. Szerettem volna megkérdezni, tud-e valamit Fogarty kapitányról? Tudomásom szerint Franciaországba ment. Értem. James? Meglátogattam Edda Mitchellt. Gondoltam, rá tudom beszélni, hogy adja el önnek a skótlányt. De nem sikerült. Nem, de örülök, hogy elmentem. Igen. Mert elmondta, hogy házasodni szándékozik. Úgy van. Gondolnom kell a lányomra, de nem ez a legfőbb gondom, hanem hogy Robert hüvérem kerül a szokásos okok miatt. Nem ismerek rád.
Gondoltam, egy kis meglepetés. Óriási dolog, hogy James hétköznap hajlandó leülni ebédelni. Készítettem néhány hideg tálat, ott van a tálalón. Gondolod, hogy sajnálja a pénzt vendéglőre? Hát. Ha ragaszkodsz az igazsághoz, igen. Tudod, csak azt az egyet nem értem, hogy miért vállaltad ezt az óriási munkát, ha még csak nem is maradsz? Még gyerekkoromban voltunk egy zsúron, és James nagyon rendes volt hozzám. Ó, James nincs itt? Itt volt, de már elment. Nem tudja hová? Nem, csak annyit mondott, hogy ön kerüli őt. Ugyan, szó sincs róla, sőt szeretném megtalálni. Ja, igen. Nem tudna az édesapja keríteni nekem egy vontató gőzöst? Vontató gőzöst? Aha. Majd utána nézek. Nagyszerű. Elnézést, rohanok, meg kell keresnem James. A Derek Robert. Egy szóval sem jelezte, hogy visszajött. Mert egyenesen hazajött. Azt vártad, hogy az első útja hozzád vezet. Meg akart lepni. Jó, de miért nem értesített? Jaj, James, egyáltalán nem ismered a nőket. Úgy érted, félszeg vagyok? James nem járt itt véletlenül? Nem. Már mindenütt kerestem, az irodában, még Vidalféknál is. Ezt hallgass meg, Robert. Az emberek rohangáltak és segítségért kiáltoztak. A rokonaik nevét csikoltották, és néhány asszony elájult a rémülettől. Nem értem, miről beszélsz. Azon az éjszakán egyéb tragédiák is történtek. Többek között elsüllyedt egy négy árbócos, az Eliza Roger. Jó, de hát mi közünk van nekünk ehhez? Egyfolytában Bénz kapitány jár a fejemben, de téged egy csöppet sem érdekel, igaz? És az öreg is vele van. Hogy késik egy kicsit, még nem jelenti azt, hogy hajótörés szenvedett. Vagy be, hogy fütyülsz az egészre. Ó, most sokkal fontosabb dolgom van, meg kell találnom James-t. Ugyan nem mindegy magának, hogy Maracaibo vagy Port of Spain. Miért emészti magát? A lelki ismeret? Hangasson ide! Dél-Amerikában az Isten egyetlen adománya a sok légy. A lelkiismeretét felejtse el. Gondoljon az 50 000 fontra. És arra, mit mondana a gazdája? Önnek családja van. Egy beteg nővére. Vannak gyerekei. A fegyverek nagyon jól bírják az utazás, Benz, és a puskapon. Hálás lennék, ha átvenni az őrszolgálatot, Webster kapitány. Azt elhiszem, barátom. Egész nap a kabinban gubbasztott. És mondja, mit kapott fájdalomdíjként az izgalmakért? Gondolkoztam az ajánlatán, Flores ezredes. És? A gazdámról. A pénzről. Mindenről. Én nem vállalom. Miért? A becsületemen kívül nincs egyéb vagyonom, és ehhez ragaszkodom. De hát cserébe mindent megkaphat. Nem, uram. Nagy a kísértés, de döntöttem, és szeretnék az ügy végére jutni. Amilyen gyorsan csak lehet, indulni akarok New Orleansba. Ezt a kis apróságot pedig átadjuk a hatóságoknak. Maga tréfál. Dehogy tréfálok. És ha arra a játékpisztolyra gondol, ne fáradjon. A lopás nem kenyerem, de kénytelen voltam. A kabinomban van jó helyem. Hát hallja, ugyancsak megnehezíti nekem ezt az utazást. Irány New Orleans, kapitány. A többi az ottani hatóságok dolga. Szóval oda a nyersbe, rakovány. Hát nem érjen, keresett magának egy másik gazdát. Úgy gondolja? Majd szólok önére egy jó szót. Emberek a vitorlákhoz! Mindenki a helyére, indulunk! Mozgás, fiúk, az admiralitás tisztje van a fedélzeten! Thank you.
az ördögbe. Nem mernek hozzánk nyúlni. Félnek, hogy kárt tesznek a távíró kábelben. Mennyi szép hideg tál. Hideg? Igen, nagyon gusztusos, nem gondolja? És van egy kis leves is. Az is hideg? Természetesen minden. Nézze, van itt csirke, languszta és mandulástorta. Igazán nagyon szép. Nem mondhatnám, hogy nagyon lelkes. Dehogy nem, csak nem látszik. Hát akkor, ha nem bánja, hozzá is foghatnám. Caroline, mondanom kell magának valamit. Ebéd közben is elmondhatja. Megkérhetném, hogy foglaljon helyet. Legyen szíves, hogy... Arról van szó, hogy... Ha megengedném, mielőtt a lényegre térnék, szeretném leszögezni a tényt, hogy maga mostanában kerül engem, és tudom is miért. Én magát? De amit mondani akarok, annak ehhez semmi köze. Mi ez? Hozzánk, ha szabad így mondanom, és kérem, ne szakítson félbe. Azt hiszem először is, bocsánatot kell kérnem, amiért kihasználom magát. Én nem vettem észre. Jaj, nagyon jól tudja, miről beszélek, és öntsük tiszta vizet a pohárba. Maga is volt férnél, én is voltam nős. Igen? Lehet, hogy kicsit körülményes vagyok, de gondolkoztam, végig gondoltam az egészet. Mondhatom, részleteiben is megfontoltam, és amit mondok, nem pillanatnyi fellángolás. Elhiszem. De mit akar mondani? Caroline, James, ha én... Mi van? Végre, hál' Isten, a skótlány, bocsásson meg, Mrs. Mosley, ide figyelj, James, most jövök a révkapitányságról. A skótlány odakint az öbölben horgonyoz, elromlott a kondenzátora. A milyen? A kondenzátora. Fogalmam sincs mi az, de a tengeren nem lehet megjavítani. Fogardi a távírókábel fölött vetett horgonyt, és a vontatók nem nyúlnak hozzá. És vajon miért? Nem félnek, hogy megrongálódik a távírókábel. Voltak odakint, de visszajöttek, hogy megbeszéljék a dolgot a biztosítóval. Itt a ragyogó alkalom, erre kiírta és vontast haza. És megmondanád mivel? Megkértem Miss Bidalfot, hogy szerezzel egy vontatógőz, és már is indulhatsz. No, ha ügyes vagy, el tudod vontatni Fogartit a kábeltól. Ott vesztegel és megmentőre vár. Még a hajót is visszaszerezheted akkora a tét. Na, gyere már! Ugye nem haragszik rám, Caroline? James! Igen? Akart valamit mondani. Igen, de az nem szalad el. Mit csináljak, üzlet? Na, indíts, Robert, gyerünk. Üzlet. Meg kellene állapodnod vele, mielőtt a mondatók visszajönnének. Mert addigra tudni fogják, mire kerül a kábel. Az ördög ugye azt a kábelt. De James gondolja arra, hogy a kárt teszel benne. Ezt a kockázatot vállalni kell. Vissza akarom kapni a skótlányt. Kerül, amibe kerül. Mit akar itt Tonin? Én vagyok a Nemzetközi Vöröskereszt. Semmi értelme, hogy a fedélzetre jöjjön. És annak van értelme, hogy maga ott maradjon? A vontatógőzősöket várom, hogy visszajöjjenek az árajánlattal. Meg fogják zsarolni Fogarty. Tudja mit? Addig hadd mondjam el én, mit ajánlok. Nincs szükségem a segítségére, Onid. Nem vagyok veszélyben. Ön nem, de a hajó igen. A horgonyt felszedi, egyenesen a sziklafalnak csapódik. Nézze, én hajlandó vagyok. A kábel megkerülésével körbehúzni, míg a horgony ki nem akad. De hol a garancia, hogy nem sérti meg a kábelt? Nincs garancia. De ha véletlenül megsérteném, kártérítést fizetek magának. Magája a kockázat. Megfelelő áron. Maga a tanú, hogy kártérítést kapott. Igen, uram. Rendben van, Onid. Halljuk az árat. Csekély 5000 font. 5000? Az egész hajó 15-öt ér. Azt hiszi, a többiek olcsóbbak? Ha jönnek egyáltalán. Abban egyetértünk, hogy kellemes környék, de azért csak nem szeretne itt megöregedni. Rendben van, Onid. Legyen 5000 font. Elfogadom. Bölcsen teszi Fogarty. Úgy fogok vigyázni a kábelra, mintha a maga fia volna. Sose hittem volna, hogy James képes rá. Reméljük, a kábelnak nem lesz semmi baja.
vár, nem magálja a kockázat. Ne kéresse magát, húzza fel szép lassan. Horgonyláncot felhúzni. Igenis, uram. Szerencséje van, azt hiszem túl vagyunk a kábel. Köszönöm, Onit. Levehetik a vontató kötelet? Nem, kapitány. Húzza fel egészen a horgonyt. Vágja el a láncot és dobja a vízbe. Maga a sátán, Onit. Szóval be akar vontatni Liverpoolba? Csak nem sajnál egy ócska rozsdás horgonyláncot, tehát... Miféle üzlet ez? Én elvesztek egy ócska láncot, maga pedig nyer egy hajót. Téved, Fogarty. A hajót nem nyerte. Csak végre hazaviszem azt, ami eredetileg is engem illetett. Más lehetőségem. A kábelt nemrég fektették le újra. Tavaly egy hajó elszakította és óriási kártérítést fizettek, így aztán senki sem merte vállalni. Kivéve magát? Ezzel úgy gondoltam, próba szerencse. Még mindig beperelhetnek, de amíg szét nem szakad, egészen nehéz bizonyítani. A lényeg az, hogy megvan a hajóm. Szívből gratulálok. Régen volt ilyen jó napom. Képzelje, a venezuelai kormány kitüntette Baines kapitányt valami hőstette miatt. Részleteket nem tudok. Tudja, a világért sem akartam tegnap megbántani, de semmit sem utálok jobban, mint a hideg ételt. Jó, hogy mondja. Egyébként Elizabeth ötlete volt. Minden esetre kedves tőle. Hogy is mondjam, sajnálom, hogy tegnap elszólított a kötelesség, de hogy egész rövid legyek, úgy döntöttem, hogy elveszem magát. Sosem hittem, hogy eljutok idáig, de megtörtént. James, komolyan beszél? Persze, hogy komolyan. Mit gondol, miért töltöztem ki úgy, mint egy dandy? És sokat költött? Igen, de ez most nem érdekes. Ugye szeretném, ha minél hamarabb kikerülne ebből a... Különben sem helyeseltem soha, hogy Elizabeth húgommal lakik. Hogy mit hallok? Boldog, hogy visszaszerezte a skótlányt. Igen. És megkönnyebbült, hogy Baines kapitányt végre biztonságban tudja. Igen, és vele Webstert is. És Elizabeth? Hol van ma este? Átküldtem Robertékhez. Értem. Először jön a skótlány. Aztán Baines, aztán Elizabeth. És aztán én. Ez a fontossági sorrend. Ugyan, Caroline, nem szabad így felfogni. Én nem tudom másképp. Olyan esküvőt rendezünk, amilyet csak akar. Meghívhatja az összes barátját Buxtonból, 10 polgármestert, akit akar. Aztán elutazunk egy hónapra, körbe kerüljük a világot. Vagyis egy részét. Nem lesz az túl drága. Nem érdekel, mibe kerül. Szóval... Mikor tartjuk az esküvőt? Ha már itt tartunk, minek halogatni? Talán már elő is jegyezte a naptárjában. Nincs naptárom, de ha akarja, veszek egyet. És óriási betűkkel beírom az esküvők napját. James, nem lehet. Mit nem lehet? Nem is ez a jó kifejezés. Nem akarom. De Caroline, nem értem, mit nem akar? A felesége lenni. De hát, a viselkedéséből úgy tűnt, hogy... Elizabeth, ő beszélte le magát? Ez az én dolgom, Elizabethnek semmi köze hozzá. Én nem akarok magához menni. De akkor miért hagyta, hogy... Mit? Hogy én azt hittem, hogy ez a legtermészetesebb. A legtermészetesebb? Igen, a legtermészetesebb. Egy ilyen nő, mint maga, nem kecsegtet csak úgy egy férfit, ha csak... Mondja, tréfál vele? Nem, James, nem tréfálok. Komolyan gondoltam. Az lehetetlen. Úgy értem, semmi oka, hogy visszautasítson. Tudja, hogy nem iszom. Keményen dolgozom. Nincsenek káros szenvedélyeim, és nem félek senkitől. Nem vagyok angyal, de egy vitathatatlan. Tudom, hogy mit csinálok. Nagyon sajnálom, James. Sajnálja? Igen. És jól esett az ajánlata. Óriási bóknak tekintem. Bóknak? Én nem azért jöttem ide, hogy bókoljak.
Én senkinek nem szoktam bókolni! Maga a bolondját járatja velem! Ugh.